Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe a félelem alapú ingatlan bérbeadás. Én nézem az ingatlan sámokat, enyém az ingatlan sámok klub, ahová február 15 és 28 között tudsz majd jelentkezni. Viszont február 13-án lesz egy egész napos tréningem, méghozzá a passzív milliók ingatlan bérbeadásból. És egy ilyen figyelemfelkeltőnek szántam ezt a címet, mert nagyon sokan félelem alapon fektettek be. Gondolok itt arra, hogy ahelyett, hogy te egy jó bérlőt választanál, mert nem tudod egyébként hogyan kell, nyilván a tanfolyamon egyébként elég nagy súlyt helyezek, és az ingatlan klubban is nagyon nagy súlyt helyezek az ügyfél választásra, hogy az egy álom ügyfél legyen, és azt kapjam, amiről álmodok. De ha nem tudom, hogy kitől, mit akarok, akkor ugye nyilván semmit sem fogok kapni. Ez a félelem alapú ingatlan bérbeadás mit takar? Roppant egyszerű. 18 tanú, 78 oldal a szerződés, és akkor még elcitálom az embert közjegyzőhöz is. Nincs vele baj, mert ha nem értesz hozzá, legalább van annyi eszed, és ez tök jó, hogy levéded magad. Na de, én úgy gondolom, hogy az ingatlan befektetés, főleg a hosszú távú bérbeadás, az egy örömteli dolog kellene, hogy legyen. Tehát, hogy te örülj annak, hogy felépítettem egy ingatlan birodalmat, vagy felépítettél egy ingatlan birodalmat, és abból úgy jönnek a pénzek, mert nagyon szuper bérlőid vannak, hogy tulajdonképpen csak így hátradőlsz, és jön a pénz, és tényleg csak számolnod kell, és nincs a világon semmi gondod. Tehát az ingatlan befektetésnek az én szememben egy örömteli dolognak kell lennie, és nem félelem alapúnak, hogy hú, azonnal hirdetésekben is egyébként látom, mert a saját húgom is odaírta, hogy közjegyzőhöz elmegyünk, stb. Ez tök jó dolog, de ez félelem alapú. Mondom még egyszer, tök jó dolog, nem értesz hozzá, legalább van annyi eszed, hogy megpróbálod megvédeni, de nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy eljössz, itt alattan beregisztrálsz, eljössz az oktatásra, a tanfolyamra. Biztos vagyok benne, hogy tudok neked olyan dolgokat mondani, amitől szinte leesik az állad, és hát mondjuk úgy, hogy egy örömteli és boldog ingatlan befektetővé fogsz válni, mert valahol egyébként érdekes, ugye bizonyos időn túl tapasztalja meg az ember, vagy koron túl tapasztalja meg az ember, ahogy én is, hogy ugye ebbe az életbe, most tétezzük fel, hogy most a felénél vagyok, hogy én ezt jól akarom eltölteni, örülni akarok, örömmel akarom eltölteni, élvezni akarom azt, ami még hátra van, oké? De abban a percben, hogy te azon tűnődsz, hogy a bérlődet, vagy hogyan teszem ki a bérlőt, ez a másik, ez is félelem alapú. Nem az, hogy a bérlőnek hogy adom meg azt, amit ő akar, és ő hogyan fizet nekem boldogan. Ez fel sem merül az emberekben, lehet, hogy benned sem, és azért van ez a videó, hanem az, hogy már a szerződés kötéskor azért citálom el 75 helyre, mert hogy hogyan fogom én őt kirúgni. Érted? Érted? Remélem azért érted a különbséget, hogy én nekem nem kellett még senkit kirúgnom, jó, kettő olyan alkalom volt még az elején, amikor rosszul választottam meg az ügyfelet, egyébként ez ennek volt köszönhető. De amióta én ezt megtanultam, nekem nem volt ilyen, hogy valakit ki kellett volna rúgni, vagy erőszakkal el kellett volna küldeni, vagy nem fizet és elszökik, tehát nem volt ilyen, oké? Okay? Tehát a másik oldal, kiszolgálom őket, a legjobbat adom nekik, ők örüljenek, hogy tényleg, hogy ott vannak. Tehát mindent megteszel értük, nem csak a pénzüket veszed egyébként el, de hát nyilván a tanfolyam erről szól, úgyhogy itt tudsz regisztrálni majd, de ez a lényege, tehát egy befektetés, gyerekek, az örömet kell, hogy okozzon. Izgalmat, örömöt, várod azt, hogy még több pénzed lesz. Csak ez a játék a lényeg, nem a pénz elsősorban. De ez örömet kell, hogy okozzon egy jó érzést, nem pedig félelmet, hogy hú, akkor most leéli a bérlő az ingatlanomat, akkor elszökik, akkor nem fizeti a rezsit. Gyerekek, ez nem ingatlan befektetés. Még pénzbefektetésnek is szar. Jó? Úgyhogy gyere az előadásomra, ott legalább megtanod azt, hogy hogyan kell csinálni, aztán remélem, őszintén remélem, hogy alkalmazni fogod, mert ha már azzal az érzéssel tudsz befektetni, hogy fú, milyen szuper, van egy ingatlan, és mennyi pénz jön belőle, és, akkor sokkal jobb dolog, mint hogy félelem alapon csinálsz valamit, akkor ne csináld. Tedd a bankba a pénzed, azt hagyd ott. Vagy tedd államkötvénybe, és akkor hagyd ott. De ezt ne csináld. Jó? Hát remélem hasznos volt ez a videó, úgyhogy várlak az előadáson, és találkozni fogunk előbb-utóbb. Szia!